Elérkezett az igazság pillanata, megnézzük, hogy hogy áll az százalékunk. Na de ami történt a legutolsó videó óta, akkor ugye fogtam, beletettem a kombiolik edénybe a paradicsomlevelet, és felöntöttem esővízzel, lezártam a tetejét, és ott hagytam pár napig. Egyébként tényleg semmi szaga nincsen, amíg ki nem nyitottam a tetejét, abszolút semmit nem lehetett érezni. Aztán bizony elkezdtem naponta kinyitni, és a belső szűrőt kicsit mozgatni fel-le annak érdekében, hogy levegőt juttassak be magába az ázalékba, ezáltal gyorsítva a lebomló folyamatokat. És most megyünk, és megnézzük, hogy hogy néz ki az a löty, ami benne van. Elérkezett az igazság órája, kinyitjuk a hordót, és látható, nem túl bizalomgerjesztő, de annál jobb lesz. Őszintén megvalva, én barna lére számítottam, ez viszont teljesen szép zöld. Visszazártam, és a csapból engedünk egy jó adagot, hogy szépen közelről is meg tudjam vizsgálni. Na, ez valószínű nem olyan büdös egyébként, mint a csalán. Nincsen kellemes illata, amihez hasonlítani tudnám, az olyan, mint amikor lusta vagyok, és a vágott virágnak a vize szépen belerohad a vázába. Egyébként így, hogy kicsit szellőzött, nincsen olyan irtózatosan büdös szaga, hogyha ezt még fel is higítjuk 1-10-hez arányhoz, és visszalocsoljuk a paradicsom alá, annyira azért nem lesz büdös, hogy feljelentse a szomszéd. Már benn van 8 napja a hordóban, lassan jónak kell lenni az ázalékomnak, már nem forr benn a hordóban, szóval fel lehet használni. Még várok egy kicsit, aztán fel fogom használni a paradicsom alá, ezt viszont most rá fogom önteni a komposztra, annak érdekében, hogy segítse a komposztáló ládában a lebomló folyamatokat. Írjátok meg kommentben, hogy a paradicsomlevélből készült ázalék után mi legyen a következő ázalékféle, amit kipróbálok. Ha nem akartok kitolni velem, akkor ne a csalánt írjátok. Ezt az adagot én szépen kiöntöm a komposztáló ládámba, aztán nem sokára elkezdődik az ázalék felhasználása immáron a paradicsomok alá.